szállna persze a hashtag bocsora. Jó estét mindenkinek! Már is mutatnám, vagy bemutatnám a vendégeimet. Jakub Cseh Gabriella! Bosalar Rozina! Lakatos Márk! És Gangsta Zoli! Zoli, eszméletlen jó hangulatban, hangod is visszajött már, úgy nagyjából. Igen, hát azért még ez nem... Még azért Edith Piafos. Edith Piafos? De még a mutált akkor, nem? Nagyon, hát, nagyon mutált. Igen, úgyhogy hát... De ez már ilyen előadóképes hang? Tehát úgy értem, hát a műfajodban. Amit én adok elő, az már bőven. Én tudod, mit adod, a lopott valamit maximum. Tehát ez arra simán jó. Már volt vele koncert. Keresi az új karakterét. Már volt vele koncert. Volt ezzel koncert, adtak érte pénzt. Tehát igen, nem nagyon hallották, de volt. Igen. Ja, és Rozi, viszont te... Lehet, hogy így a képernyőn keresztül annyira nem látszik, de egy nagyon szép színe vagyok, van a... köszönöm. Nagyon szép vagy. Hát, boldog nőnapot. Nem, ez nőnapi adás? Ez, hát a felvétel az nőnap előtt van, amikor lemegy adásban, akkor nőnap után akkor van. Akkor boldog nőnapot mindenkinek! És a Zoltán? És Zoltán nap így van egyben. Hát azért az nem legyen már ezért felejtve. Boldog nőnapot, Zoltán! Köszönöm szépen! Igen, hát szegény nem Zoltánok, van máskor is Zoltán nap, vagy csak nőnapon van Zoltán nap? Szegény nők, én inkább azt mondanám. Ja, ez is igaz. Nem, de a nőnap az nem kezd egy picit kikopni már? Hát, tehát, hogy annak már rég kikopott, de miért? Zoltán viszont tartja magát. A Zoltán még tartja magát. Valahogy a szépséget és a bőröt próbáltam volna összekötni azzal, Zoltánnal. Hogy... Erőjött Zoltánnal! Nem, hogy te Kosztarikában voltál, ugye? Így van, voltam 2 hetet Kosztarikában, előtte egy kicsit Miami-ban. Fantasztikus ország, tehát mindenkinek ajánlom, hogy... Kosztarika. Ja, Miami, az nem ott van. Kosztarika, és van egy ilyen életérzés ott, a pura vida, ami a tiszta életet jelenti, így köszönnek el, így mondják azt, hogy hello, szia, hogy vagy, jól vagyok, jó estét, jó reggelt. Pura vida, minden pura vida, ami arról szól, hogy az ember nyugodjon meg, és éljen szimbiózisban a környezetével, az életével, a barátaival, és akkor neki is jó lesz. Szerintem Zolinak még meg kéne tanulni ezt a pura vidát. Tudok kosztarikaiul, pura vida. Nem az Zolinak. Zolinak olyan fura vidája van. Igen. Ez már ilyen hunglis Kosztarika. Igen, olyan másik vidában van. De igaz azt mondja, hogy nem ettél húst 3 hétig? Szaszol. Ez igaz, Rozi? Igen, én 3 hete nem eszem húst, de ez nem de egy jó. Ilyen... Próbáltam már de a vegetarianizmust. Te nem egy tékétel meg csinálsz? Az étterembe sem ebbe. Az elmúlt 3 hét az igazából az utazásnak köszönhető, tehát semmi megerőszakolás nincs a történetben. Téli Zolás! Ezt is megúsztad, ennek örülünk. Én már unom is! Ennek úgy nem értem a magyarázatát, hát azért ott lehet kapni húst, tehát... Inkább azért a halak ott, a halakat szerintem rengeteg halakat eszem, zöldséget eszem, tojást eszem, de nem, nincs ebben semmi, tehát ha ma este bemegyek az étterembe és megkívánok egy hatalmas ribájsztéket, meg fogom enni. Nehogy erőszak legyen, de nincs ebben semmi megerőltetés, egyelőre jól esik így. Tudjátok mi a fura, hogy Kubában például... Ott pedig azon, hogy az egy sziget, tehát, hogy... Ott mit mondanak? Ott mindent mondanak, de ott ugye csak víz van körülöttük, viszont nem engedik őket hajóra szállni, nehogy Miami-ban kössenek ki, tehát nem lehet hajót bérelni, és ott viszont ettől függetlenül a disznóhús a fő nemzeti étel, miközben körbe vannak véve tengerre. Csak... De amúgy más országokban hogy a disznók jönnek be szárazföldön? Nem, hát egy olyan országban, ami ugye egy sziget, és igen. Teljesen egyértelmű lenne, hogy ott halakat lehet főzni, és nincsen, viszont sertéshús elképesztő mennyiség. Olyan szopós malac van, már ne arra gudjatok. Több napot mentünk utána, amíg megtaláltam. Tehát azért jutóra lehetett, mert Kubában kergette a szopós malacot. Szopós malac. Szivar volt, meg szopós malac. Te jól beszél spanyolul, ezt hogy értetted meg a kubaiakkal, hogy te keresed a szopós malacot? Hát nagyon egyszerűen egyébként, nem kell mutogassak. Tanítsuk már meg az Zorit a szopós malacra is. Buscando szopós puerco. Egyébként majdnem puerco, cocinillo, lecsál. Az a teljes. Teljes, de hát ezt ugye magyarul szoposnak hívják. Hát a teljes. Mert hát mit szopik a malac? Teljet.
Igen. Mindenki járt, mi a Gabi? Mindenki helyett csodál. Én a stúdióból stúdióba járok. Hát az is egy szopás. Megpróbál fölvenni a ritmusot. Az elmúlt hét egyik legfelkavaróbb híre ugye az volt, hogy 81 éves korában elhunyt Kós János. És én azt gondolom, hogy nagyon nehéz egyetlen mondatban azt megfogalmazni, hogy ő ki volt, de főleg az, hogy miért szerettük. Mert én úgy gondolom, hogy őt független attól, hogy a műfajt szerettük-e vagy sem, amit ő képviselt, egy nagyon szerethető figura volt, akiért tényleg a műfajt nem szeretők is rajongtak, nem? És Gabi, ha jól tudom, te csináltad vele az utolsó interjút igen, amit ő adott. Igen. És nagyon érdekes volt, hogy fáradt volt, hangja az nagyon kihagyós volt, és olyan boldog volt, hogy bejöhetett. Tehát, hogy azt lehetett látni, hogy abban a pillanatban, hogy kigyullad a fény, abban a pillanatban ő elkezd poénkodni, és még direkt kitartotta egy kicsit, amikor bejött a stúdióba, tudod, amikor még megpuszilta a képet, tehát még hagyta, hogy még őt ünnepeljék. És hát ugye elmondta azt az utolsó nagy mondatát, amit akkor még nem tudtunk, hogy az utolsó nagy mondata lesz, hogy ha meghal a humor, akkor 5 perc múlva meghalok én is. És ezt kimondta, és tulajdonképpen 3-4 nappal később már nem élt. Igen. De hát igazából a nagy komédiásoknak az élete erről szól, nem? Tehát, hogy szerintem, ha megkérdezted, hogy ki lehetett ő, vagy hogy tudnánk egy mondatban összefoglalni, én számomra Kós János az egyik utolsó igazán nagy komédiása ennek a nemzetnek, tehát ami mondjuk Gózdon Gyulával és ezekkel kezdődött. Ehhez a műfajhoz egy hihetetlen őszintességre van szükség, ami egyre jobban kihalóban van a médiából és az előadó művészetből. Mindenki felül a mainstreamre, és mindenki közpoénokat próbál csinálni, de ehhez egy olyan nyersesség és tiszta őszintesség és szembe menés kell a világgal, amit ők csináltak még, amiből szerintem van és a nagy hiány. És teljesen önazonos volt, ez egy nagyon furcsa és ritkán használt szó ma már, tehát ő nem egyszerűen szerepelt, ő így élt. Tehát ha ő megjelent a kapuba, ő ugyanúgy viccelt veled a stúdión kívül, és ugyanúgy mosolygott a stúdión kívül, és ugyanúgy, mert neki kellett ez a légkör. Tehát de közben nézek, hogy amit mondasz, hogy amikor az ember elfárad, és már a végén van az útjának, akkor is ugye mi marad meg? Fölkapcsolják a fényeket, és ugyanazt az energiát hozza. Ti abba belegondoltatok, hogy ha megnéztek főleg élő fellépéseit Kós Jánosnak, ő ellentétben a pályatársaival, ugye abból a korból, tehát ez a táncdalfesztiválos korszakról beszélek, ellentétben a pályatársaival ő mindig egy picit valahogy parodizálta az előadását. Tehát az összes többi nagyon komolyan végénekelte az ő ismert dalait, és ő mindig kikacsintott, mindig bohóckodott, mindig valahogy, és ezt keresem, hogy ő szerintetek magát, azt a műfajt, a zenei, tehát a táncdal énekesi műfajt nem vette annyira komolyan. Hát ez komolyan lehet. Komoly zenész volt. Hát igen, tehát pontosan. Hát alapvetően komoly zenész volt. Operista hang is volt egyébként, tehát hogy benne pont ez volt a zseniális, hogy ő mindig kikacsintott, ahogy mondjuk Hofi mindig kikacsintott, és nem véletlenül voltak ők egy elképesztően nagy páros. De magát nem vette annyira komolyan, tehát ő nem szerepelt, nem volt soha sértődött, nem reagált. Ez a legszebb dolog az életben, ha valakinek megadatik, hogy önmagán tudjon nevetni, és hogy ne vegye az életét annyira komolyan, tehát sok szempontból irigylésre méltó. Figyeljetek, én is emlékszem olyanra, hogy valaki ennyi idős korára ennyire ne legyen megosztó. Tehát ugye mindig azt mondják, és én ezzel mindig vitatkozom, hogy a megosztó az hozza a nézettséget, miért és a megosztó ember és nem, semmi köze a megosztottságnak ehhez. Jó, hát egyébként az is igaz, tehát hogy a megosztó az ebben a műfajban egyébként hasznos tud lenni, de ő tényleg nem volt az, és ő ugye egy igazi bohém volt. Tehát, és mind a mellett, hogy bohém volt, egy baromi családszeret. Én rengetegszer voltam vele együtt még régen, együtt hajóztunk is, egyszer kihajóztunk együtt, és én arra emlékszem, hogy most a család szerető mi voltára utalok, hogy a lányával, Rékával naponta beszélnek telefonon, és a végén az a búcsú. Nem, én szeretlek. Nem, én szeretlek jobban. És minden alkalom, és mondom, Jani, te ez így megy, azt mondja, minden nap, amióta pici a gyerek, és tehát hihetetlen, hogy a bohémsága mellett mennyire... Ezek szertartások is, tehát hogy egy igazi jó humoristának megvannak ezek a szertartásai, amit mindig végigmond, és amire mindig vevő a család, vagy akár a közönség. Zoli, nem tudom, hogy volt-e bármikor. Apukának nagyon jó haverja volt a Kós Jani. Érdekes, hogy apukát párhuzamként nekem is eszembe jutott, mert ő is Jocó bácsi nagyon jóban volt. Hát Jocó bácsi is nagy bohém, ő talán még nagyobb.
Igen. Igen. Egy orvosi csoda is, hogy ő még így megvan, tök jó. De komolyan mondom, hogy tök jó állapotban, hál' Istennek, és hát ő is azért véghúzta. Jánosommal azért egy-két buliba benne volt ő. Én gyerekként nagyon sokat találkoztam vele, éppen ezért. Még jó, hogy te egészen más életet választottál. Én egy teljesen másik utat választottam. Jó messze estél a fárgyon. Igen, én még messzebb, inkább úgy mondanám. Szerintem egyébként egy 81 éves ilyen elképesztően erős egyéniségnek a halála, az szerintem pont arra nagyon jó példa, hogy ilyenkor nem szomorkodni kell, hanem azt ünnepelni, hogy ő egy ilyen életet csinált. Van még 30 éve. És hogy ilyen életet csinált, és hogy ezt mind megtette. Szerintem Abszolút. Ez egy nagyon fontos dolog. Abszolút. Van itt egy nagyon helyes sztori, egy humoristával folytatjuk, Mr. Bean-nel. Az őt megszemélyisítő Rowan Atkinson 25 év házasság után elhagyta a feleségét, és egy 28 évvel fiatalabb nő kedvéért tette mindezt. A nő akkori barátja, és ez egy nagyon érdekes sztori, szintén komikus, úgy hívják, nem ismerjük egyébként, James Acaster, most először beszélt erről a szakításról. Tehát ő szakított a barátnőjével, aki Mr. Bean-nél kötött ki. Idézném. Elhagytak Mr. Bean-ért. Egy évvel a szakításunk után jöttem rá erre, amikor kinyitottam az újságot. Egy teljes címlap volt erről. Szerintem a történelemben én vagyok az egyetlen fickó, akit Bean-ért hagytak el. Egy rohadt szent vagyok, hogy ezt eddig nem mondtam el senkinek. Az a munkám, hogy vicces legyek, és enyém minden idők legviccesebb sztoria. Amíg el nem hagynak Mr. Bean-ért, nem is veszed észre, milyen gyakran feltűnik az a pasi. A lakásom közelében van egy bolt, ahol az ő álarcait árulják. Nem tudok szabadulni tőle, mindenhol ott van. Ez egy isteni lehetőség, hogy ebből pénzt csináljon. Hát, De ugyanúgy ez a történet is mit bizonyít? Ha humorral kezeled az életet, és az önreflekciód az életedre humorral tekintesz, akkor gyakorlatilag könnyebb átvészelni ezeket a szituációkat, amiben szerencsétlen csávok beteg. Hát ez lóvé. De hát azért ennek a csajnak most már látjuk az irányultságát, nem? Tehát ez gyakorlatilag humorra bukik. Egyébként a lány valamilyen előadásban előadott Mr. Bean-nel, tehát a partnere volt a színpadon, és nyilván ott... Őt fűrészelték? Az egy másik műfő. Igen. Szóval nem, engem az érdekel ebben a történetben, tehát ő nyilván humorral fogta ezt fel, és egyébként ami vicces, hogy ő az újságból értesült, hogy a csaja most már Mr. Bean-nel van együtt, tehát nem megbeszélték, vagy valahogy. Hogy benneteket érdekele az, hogy ki az exetek következő partnere? Nem, mert nekem nincs exem. Miért vannak a hűtőbe otthon? Hát attól függ, hogy milyen volt az ex. Ez mindenkit érdekel. Ez öntökukkolás. Nem, ez ex függő. Téged nem érdekel? Hogy mennyire köt, nem mindegyiké. Kié nem? Neveket akarunk hallani, neveket! Klária Katia... Felci Katia. Klára is valahennyi van naptárban, eljövök még hozzátok. Szerintem tényleg ez attól függ, hogy milyen kötődésed van még. Mert van, akivel baráti viszonyban maradsz, szerintem. Van, akivel meg úgy válsz el, hogy az életbe többet meglátom, úgy televágom, hogy a náza hozzá lehozva. Szerintem egyébként az is nagyon fontos, hogy nem is az, hogy ki az, akiért elhagynak, hanem mi a sztori, amiért elhagynak. Mert például nekem volt egy olyan történet, ahol egy nagyon szép szerelemért hagytak el. Tehát ami ott várta azt, aki engem elhagyott, az sokkal szebb volt, mint ami nekünk volt. És azt mondtam, hogy az úgy oké. Kellett egy 10-12 év terápia körülbelül. Mert Gabi, te is azt mondtad, hogy igenis érdekel. Szerintem ki az ember kíváncsi rá. Én aztán később rájöttem, mert azért velem is többször megtörtént, hogy ott hagytak, hogy mindig rosszabbra cseréltek le. És akkor olyan dühös voltam, és ne értsétek félre. Nem, hogy... de ez jó, ez nagyon jó, amit mondasz, hogy minek örülsz jobban, ha rosszabb... Mit rontottam ennyire el? Igen, de mi a rosszabb, ha rosszabbra cserélnek le? De keresed magadban? Igen. Mi a rosszabb? Ha rosszabbra cserélnek le, vagy ha jobbra? Minőségileg. Mindegy. A lecserélés az az undorító. Rosszabb vagy jobb, érted, mindegy. Le kell tenni. Jó, de nézzük Mr. Bean-t. Mr. Bean valahol egy nevetséges az figura. Mindegyikben rosszabb. Egy baromi sikeres. Nem lett jobb. Tehát nézd, azon is műfajban dolgozik a fickóval, igen. Sokkal sikeresebb, de egy nevetséges figura, és eléggé férfiatlan. Tehát nem az a... Ugye? De tehát, és milyen ez a másik, azt nem tudjuk. Megnéztem, ő egy teljesen átlagos külsejű angol 30-valány. Jó, de azért ti láttatok interjút Mr. Rowan Atkinsonnal, amikor nem Mr. Bean. Nem. Ez teljesen normálisan néz ki. Mert én szerintem az egy zseni, tehát ez egy halál normális kultúrát csávó. Libidárisan hatott rád?
Azt nem tudom, ezt a szót mit jelent, de ha elmondja, 12 év terápia után megtudod. De a szerintem nem. A szerintem az nem az hatott rám. A libidódra a veleti. Nem hatott rám semmilyen szinten nyilvánvalóan. Na, akkor tényleg nagyon jó megfogod. De van, akire hatnak a csúnya férfia. Zoli. De ő az lehet a... nem mondtam, hogy csúnya férfiak, ne arra, hogy nem tudom, mire gondolt. De az lehet a bosszantó, hogyha sikeresebb. Ugyanabban a műfajban. Biztos, hogy sikeresebb. Így lehet. Ugyanabban a műfajban sikeresebb, ugyanabban figyelj, az hát ezért próbál most a csávó ebből egy sztorit csinálni, és elmondja ez, hogy egy évig ő nem szólt, vagy nem tudom, de most kijön, hát gondolom az új műsorát csinálja. Én minden egyes alkalommal bedobnám a Mr. Bean nevét, mert abban a pillanatban kattintanak. Fogja rá, is. Tehát fogja ő lesz, is. Hát fogja ő lesz a, érted, tehát akkor most már reklámként kéne használni. Mondjuk a mondjuk a Bagi Iván az rosszabb lenne, mint a Mr. Bean, nem? És a Bagi Iván? Bagi Iván, az, aki az, hogy azért elhagynak, a Bagi Iván. Engem? És azt mondod, Bagi Iván? Engem Bagi Iván él? Téged a Bagi Iván él. Nézd, megsértődött, nézd. De nagyon. Na, látod? Mert én is gondolkoztam, hogy az én műfajomban, aki... Sebestyén Balázs. A sikeresebb volt. Fábriért, Sebestyén Balázs. A kínálat sikeresebb. Boros Lajos. Sebestyén Balázs. Boros Lajos. Tehát az én exem összejön a Sebestyén Balázsral. Nem lennél boldog. De várj, de köztetek ki a férfiasan. Na hát ez Sebestyén Balázs is. Én közöttem. Hát ezt te mondd meg, szerinted? Szerintem a Voga. Vagy a Turnovszki. De a választás nem így van, hogy ki a férfiasabb. Hát dehogy nem, most erről is beszéltünk, hogy ugye most hogy? A Bean az jobban néze ki, vagy melyik a férfiasabb, ez is függ, nem? Te is azt mondtad, hogy a lecserélésnél mindig az a kérdés, hogy jobb vagy rosszabbra cserélnek el. Hát az első az rögtön az, hogy ez nem is, de ez a te megállapításod. Persze. Ja, persze, ez az én megállapításom. Persze. Én mondjuk, Én én például halálcikinek érezném, hogy engem lecserélnének mondjuk Rózsa Gyurira. De miért? Mi bajod vele? Mert de akkor nem azt mondanád, hogy a nő hűlt meg? De! De akkor miért érezni cikinek? Na jó, de ebben a történetben is az van, hogy ő nem érti, hogy mondjuk kéne látni a csávót. Hidd el, hogy a csávó egy teljesen jó külsejű, 30-valahány éves angol, kockási farmer, ilyen vöröses barna. Hát akkor az ő ment a sikerre. Ment a pénzre, meg a sikerre. Képzeld, hogy Rózsa Gyuri mondjuk nagyon ügyes. Tehát nagy cirkusz valamivel. Csinál. Nagy cirkusz csinál? De hát én azt nem tudom meg soha, hogy a nagy cirkusz miatt történt-e, vagy esetleg... De ha barátok maradtok, elmesélj utána. De melyik zavar jobban, hogyha nagyon másra cserélnek, vagy csak hasonlóra, például, ha egy nőre cserélnének le. Hú, ez... Te, volt ilyen. Igen, az az abszolút megalázó. Miatt tovább rendult ki a férfiakból, tök jó. Nekem ezzel nem mondták, nem rácseréltek, de később volt egy német barátnőm, aki később több éven keresztül nővel. Inge. Nem adok tippeket. Inge és Ullával vezel. Nem vette magára. De hogy akkor később, akkor ő átpártolt. Ő átpártolt, igen. Na és az például milyen volt megélni? Nem volt rossz. Nem volt rossz? Nem. Nem volt abban. Csak kérdezem, mert van, aki... Neked mi lenne a problémás például? Miért, hogyha téged lecserélnének egy fiúra? Hogyha mondjuk a te csajod mondjuk lecserélne mondjuk tenyára. Tenyára? Tenyára. Pintér tenyára? Igen. Az... Hát akkor röhögnék egy kicsit. Tehát, na, lehet, hogy nagyobb a cirkusz. Kínomban. Igen, lehet, hogy nagyobb a cirkusz. Körülötte nagyobb a cirkusz, de... Na, de lehet jóra lecserélni? Csak kérdezem. A Rozi sztoriá szerint igen. Szerintem lehet. Én egy nagyon ragaszkodó típus vagyok. Én tovább maradtam benne mindig kapcsolatokban, mint kellett. Mint a másik. Ennyi gyerekek. És még ültél a moziba, tudod, és senki nincs. Nem lehet. Jó, be is fejezzük ezt a témát. Michael Jacksonról lesz szó nem sokára. Ugye az életében is nagyon-nagyon sokat pletykáltak arról, hogy vajon az őt meglátogató kisfiúk pedofília áldozatává váltak-e, avagy sem. És most itt van egy újabb botrány, mert az HBO egy 4 órás filmet hozott nyilvánosságra, ahol két... Két őt meglátogató, akkor még kisfiú, most felnőtt korában nyilatkozott felnőtt arról, nő. Hogy igenis történtek szexuális visszaélések a Neverlandben, és erről fog majd beszélni egy pár perc múlva. Jövünk rögtön a reklám után.
vagyunk Jakubcsek Gabival, Mosara Rozival, Lakatos Márkkal és Gangstar Zolival. Az ember mondhatná azt, hogy miért nem hagyják már békében nyugodni Michael Jackson, 10 éve halt meg, és most megint felreppent az a hír, ami egyébként régen mindig is hír volt, hogy ott a Neverland Ranchen ott azért történtek dolgok közte és kisfiúk között. Michael Jacksonnak, mint ismeretes, sikerült ezeket a dolgokat megúsznia, vagy azzal, hogy hallgatási pénzt fizetett, vagy azzal, hogy tényleg aztán a kisfiúk a bíróság előtt azt vallották, hogy nem történt semmi. De most itt van egy újabb film, ez egy botrányfilm, amit az HBO csinált, újra fellebbent a pedofilia vádja. Wade Robson és James Safechuck eskü alatt vallotta még régen, amikor kicsik voltak, hogy soha egy ujjal nem nyúlt hozzájuk Michael Jackson, és az HBO 4 órás dokuja most ennek az ellenkezőjét próbálja bizonyítani. A filmnek az a címe Leaving Neverland, és ebben a két fiú azt állítja, hogy igenis zaklat őket gyerekkorukban, és azt mondta nekik, hogy mindannyian börtönbe mennek életük végéig, ha ez kiszivárog. Tehát Jacko is, és a gyerekek is. Ezért nem mertek... És egyszer lába fognak ülni. Neverlandbe. Na most, ami ezzel kapcsolatos, nem is a bizonyítás az érdekesebben, ami ezzel kapcsolatban érdekes, nyilván a Jackson család most próbál perelni, de ami érdekes az, hogy a hír kapcsán és a film után egyre több rádió jelentette be, hogy most és mindörökre leveszi a Michael Jackson dalokat. Nem viccelek. De ennek mi értelme van? Ennek igen, ez egy érdekes kérdés, hogy az egyik fiút bemutassam nektek, nézzétek meg ezt a rövid videót, erre mindenki fog emlékezni, erre a kis reklámra. Emlékeztek erre a kóla reklámra, amikor kisfiú megjelent, és itt meglátja Jacko cuccait? Ő az egyik srác, aki most ugye felnőttként nyilatkozott, egyébként Opránál is voltak mind a ketten vendégek, ott is elmondták nagyjából ugyanezt. Ő semmit, ő riporterként viselkedett nyilvánvalóan. Csak hallgatta. Nem? Itt az a kérdés először is, hogy miért álltak megint elő, szerintetek, ezek a fiúk? Pénzt nem várhatnak már. Nagy a csend, köszönöm szépen ezt a... Kérdés, hogy de ezt gondolod, hogy nem várhatnak? Mi lehet az indokuk? Igen, de hát pont ezen gondolkoztam, hogy nem biztos, hogy nem várhatnak. Tehát a család simán lehet, hogy azt mondja nekik, hogy újabb 1-2 millió dollárért maradjanak csendben. Hát most már nem, mert ez filmben rögzítve lett. Hát de ez az egész film, meg ez a sztori, lehet, hogy ebből egy csomó olyan médiajog van, vagy bármi, ami nekik jó lehet, nem? Elképzelhetetlenek tartjátok azt, amit ők állítanak egyébként, hogy ők akkor nagyon megijedtek, vagy akár hallgatási pénz, de hogy őket belül, mint ahogy egyébként bármilyen zaklatási nyilván. Vagy megerőszakolás, annyira lelkileg nem egyetlen hagyja nyugodni, van. Hogy egyszer ki kell jönnie. Az igazságot el kell mondanom, mondják ők. Ez is lehet. Ez teljes mértékben elképzelhető szerintem. De az is elképzelhető, hogy azért a Jackónak az életével kapcsolatban annyi manipuláció van folyamatosan, és még mindig, hogy az is lehet, hogy erre valaki kondicionálja. Nem, hanem hogy kondicionálja őket erre. Igen, hogy akkor, ez még na, mindig, most, de... ezt ne... Ez még mindig egy eladható termék. Így van, igen. Ugyanúgy, ahogy a Bohém Rhapsodia újra a toplisták elejére dobta az összes Queen számot, egy ilyen történet is újra feleleveníteti a Jackot. Attól függetlenül, hogy hogy éppen a rádiók lemezik a számokat. De bocsánat. Ugyan jók a számok, csak nem lehetnek hallgatni. De kit érdekelnek a rádiók? Tehát lehet, hogy ez az egész botrány arra jó, hogy töltögessék le a Jackot számokat. Spotify-on, XY helyen persze. Sokkal többen fognak gyakorlatilag hallgatni. Még 3 ilyen sztori, és megvan a film is. Jó, erről is beszéljük majd egy picit, hogy ez milyen hatása van a zenére, illetve hát ugye a termékre, amit Michael Jackson ránk hagyott, úgymond. De el tudjátok azt képzelni, ez a két fiú tök jól érezte magát. Már vallott egyszer a bíróságon, hogy nem bántott bennünket Jacko bácsi. És tényleg nem bántotta, és minden jó volt, és most mégis előállnak egy olyan sztorival, és meghazudtolják az egész egyre saját hát hogy kisgyerekkorában kit hogyan lehet befolyásolni, hogy akár eskü alatt is vajon egy bíróságon, azért az egy dolog. Tehát az egyáltalán nem biztos, hogy utána az belül a pszichéjében nem dolgozik tovább. Persze, nem. Én most pont azt keresem, hogy én nem látom azt a motivációt, ami miatt ők most újra színre kellett, hogy lépjenek, ha csak nem
pszichés? Ez egy kétpólusú dolog. Szerintem egyrészt egy pszichés, egy elengedés, egy kitisztulás, a másik oldalról meg biztos, hogy van egy anyagi vonzata ennek a történetnek. Meg bocsánat, ezzel az egész MeToo lavinával, ami elindult, könnyen lehet, hogy egy csomó olyan ember, akinek volt ilyen traumája kisgyerekkorában, az úgy érzi, hogy na, akkor ez most egy olyan pillanat, vagy egy olyan helyzet, amiben igenis, hogyha ezeket nem dolgozta föl, és ezek dolgoznak benne 10 éve, vagy 15 éve, akkor most ezzel elő lehet állni. Ez is elképzelhető. Egyébként csak most mellékesen, tehát milyen szülők azok, akik elkísérik oda egy ilyen birtokra az ő 6, 8, 10, 11 tudod, éves... Tudod, hogy ilyet nem mondhatsz, mert ez áldozathibáztatás lesz egy perc múlva, amikor azt miért mondják... Áldozat? Mert én ebben mindig belefutok, hogy oda egy szülőnek kellett elvinni, ott egy szülőnek kellett ott hagyni, ez ott egy szülőnek kellett róla tudni, miért ment oda, mondják. Nem, mondtad, nem az áldozat, hát ellen mondom ezt. Kávézóba zaklatás, jó, és akkor vihetem. Hanem el tudok képzelni, hogy ezek ott laktak, ezek a fiúk, nem? Ezek ott laktak, és a szülők vagy jöttek értük két hét múlva. Most, de 11-ig fog megtörténni, 12-re jöhetnek a gyerekekért. Hát de hány ember adta be régen is, nem tudom én, gazdag emberekhez a gyereküket nevelni, egyszerűen olyan anyagi helyzetben volt. Ez találós kérdés? Igen, mondd meg a számot pontosan. Ha négy óra alatt négy ember... Azért Michael Jacksonhoz beadni, mondjuk lehet, hogy azt mondták, hány gyereket adott. De lehet, hogy azt mondták, hogy ők tánciskolják, hogy lehet, hogy azt mondta, hogy a reklámra fogja felkészíteni, lehet, hogy azt mondta, hogy ő művész nevel belőlük, vagy honnan tudjuk, hogy milyen... Csak nagyon közelről készítette fel. Jó, hát... De nem tudjuk, hogy milyen okból mentek oda ezek a gyerekek. Leginkább ilyenkor mindig az ember arra gondol, hogy valószínűleg a szülő volt oda Michael Jacksonért, és ezért... Nem akart az örült, hogy a közelében. Túl koros volt a gyereket. Zaklasson engem, Gyakó bácsi. Túl öreg vagy. Inkább ez a furra, hogy ez milyen hülyeség, hogy valaki, aki letett egy életművet, azt egyszer csak akkor leveszem a rádióból. Tehát, hogy azért, mert, hát az, mondjuk holnap kiderülne a gangsztárról, hogy otthon macskákat nyúz érte, de attól mi? De hát ez, nem, ez azért nagyon... Kitiltják a rádióból az összes számot, egyik se játsza úgyse. És ki vagy tiltva, mert csúnyán beszélsz. Igen. Na. Akkor már csúnyán viselkedik, az a mindegy, nem? Az egész művészet történet tele van olyan művészekkel, akik bűnözők voltak. Tehát mondjuk a Caravaggio, aki a legnagyobb barokk festő volt, az embert ölt, és attól függetlenül a mai napig a Vatikánban is mindenhol ott vannak a festményei, mert közben olyat alkotott, ami megkerülhetetlen. Tehát az, hogy akkor valaki a magánéletben mennyire nyomorult, és mennyire bűnös. Csak Márk, hát ugye te is említetted a MeToo kampányt, és tudjuk, hogy például Kevin Spacey-t kivették a filmekből, nézzük a német történetet. A német televízió Deriket már soha többet nem fog vetíteni. Horstapper náci múltja miatt. Na jó, de ez meglépték. Most a rádió kiveszik Michael Jackson-t, aki a Beatles óta talán a legmeghatározóbb Nekem Kevin Spacey a legnagyobb halottja ennek a történetnek. Igen? Hát Kevin Spacey-t is a Netflix elbocsájtott, és soha többet nem kap munkát, miközben az egyik legtehetségesebb színész volt ever. Bocsánat, azért, igen, tehát az mondjuk egy kérdés, hogy ha életben vagy még, és mondjuk kiderül rólad, hogy... De már hogy nem. Hogy kiderül hogy rólad... Hogy aktívan zaklatsz. Igen, hogy akkor mondjuk az egy más dolog, hogy adnak-e neked munkalehetőséget, tehát hogy ugye a Caravaggio is miután mondjuk megölt ezt a fószert Rómában, azóta nem kap munkát. Nem, hát igen, nem, azután ő menekülésben volt, a máltai lovagrendben ott befogadták, de hogy... Otthon rajzolgat. Igen, de az egy más sztori, de a halálod után, ha már megcsináltál egy életművet, és az sok százmillió embernek ad valami... Egészen biztos, azért nagyon keveset tudunk Michael Jackson életéről, és egészen biztos, meg kell kérdezni ezeket a fiúkat. Hogy ő is nagyon durva, amin keresztül ment, és nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ő maga is zaklatásoknak, abúzióknak volt áldozat a gyerekkorában. De ez így is van, ezt el is mondtam. Így van. Na most ebből a sértettségből, fájdalomból táplálkozva sikerült egy ilyen művészi dolgot lerakni az életébe. Én szerintem el kell fogadni ezt a csávot úgy, ahogy volt, szerencsétlennek nagyon kemény élete volt, békén kell hagyni. Meg nem kell a bűnei alól fölmenteni, de nem a művészeti produktumet kell visszatérni. Így van. Akkor... Így van. Nektek ez nem fura, hogy valaki ennyire szereti a gyerekeket, és senkiben nem merült fel annak idején, hogy... Hát ezt kérdeztem a szülőkkel kapcsolatban. De közben is volt már. Igen, én a szülőkkel kapcsolatban tettem fel ugyanezt a kérdést. De egyébként tegyük fel, kiderül valami miatt, lesz még egy bizonyít, és kiderül, hogy tényleg elkövette, tényleg bűnös. Te hallgatnád-e a Black or White-ot? Igen, miért nem? Persze. Azt nem, mert a szar, de a bedet igen. A bedet...
De te apa vagy, Zoli, és mondjuk én az is kiderül, hogy úgy hallgatom a bedet. A bedet úgy hallgatom. De mondjuk tegyük fel a bed előtti felvételen aznap ő egyébként megrontott egy kisfiút még reggel 8-kor, és 9-kor vette fel a bedet. Jó lett a bedet tökülőt. Ezt kérdezem, hogy ez megérinte benneteket. Így, vagy azt mondjátok, hogy nem, senkit nem? Semmit nem. Black or white. Szerintem ebből azért jut. Hát ez meg is énekelte a csávó. Ez nekem jól állna. Jó, ne adjál neki ötletekkel. Mert megcsinálja a Neverlandet. És most ugye ott tartunk, hogy tényleg a világ egyre több rádiója bojkottálja Michael Jackson dalokat, tehát ezek gyakorlatilag ilyen módon lehet, hogy ki fognak múlni. Nem fognak kimúlni, mert ezt nem mondanád, de ki hallgat rádiót manapság? Senki nem hallgat zenét rádión. Engem nem érdekel ki hallgat, de egész jól lehet belőle élni, tehát. Rádió, már egy kívülhetett. CD lemez kell hallgatni. CD! Tessék! Na, március közepétől képzeljétek el, a patikákban a homeopátiás szerek mellé jár egy tájékoztató, kötelezően oda kell hozzá vigyázteni, és az a következő szöveget tartalmazza. A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos gyógyszerekéhez hasonló vizsgálatokkal általánosan nem igazolt. De sok gyógyszerre is igaz, nem? És nem. És a homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt. Azt tudnotok-e, hogy Magyarországon a lakosság fele használt már valamilyen formában, vagy alkalomszerűen homeopátiás készítményt. A megkérdezettek 57%-a bízik abban, illetve hogy kiegészítő kezelésként használja. Gyerekek, melyikötök hisz a homeopátiában? Ki az, aki hisz benne, ki az, én aki nem? Én hinnék benne, csak nem tudom, mi az. Ugyanolyan, mint a homeofóbia. Igen, akkor az elítélem. Rozi? Figyelj, azért nagyon sok gyógyszernek a hatása is sok esetben pszeudó, tehát beképzelt. De jó, hogy nincs itt a kabát. Tehát én azt gondolom, hogy sok esetben, hogyha öngyógyításra sarkal egy szer, egy gyógynövény, akkor az lehet, hogy jobb, mint magunkba tömni rengeteg kemikáliát. De hát ugye a homeopátiánál nem az a kérdés, hogy gyógynövény van-e benne, hanem hogy van-e benne bármi is. Ugye, ez a kérdés, hogy van-e benne egyáltalán hatóanyag. Én nem használtam még homeopátiás gyógyszert, nem vagyok... Én miért nem? Mert nem ismerem, nem volt. Én egyébként gyógyszert sem nagyon szedek. Tehát, hogy... Na, hát mert még nem... Rendben van, de a gyógyszerekben van hatóanyag. Akkor Tűz Máriához imádkozol? Ezek a placebo hatást, az is a placebo kérdés, hatás, hogy egy másik kérdés lesz. De ugye a gyógyszerekben, a hagyományos gyógyszerekben van hatóanyag. Jót tesz-e vagy sem, ezen lehet vitatkozni. De van hatóanyag, amire a szervezet valamilyen módon reagál. A homeopátiás gyógyszerekben nincsen kimutatható hatóanyag. De ez az, hogy kimutatható de nincsen, tehát a természettudományok által kimutatható hatóanyag nincsen. Igen. De hogy... Azt mondom, rezgéseket közvetít? Igen. Vagy rezeg. Na, információt. Mit jelent a szó? Még, hogy egyelőre nem tudjuk bizonyítani, simán lehet, hogy bizonyos ételekkel információkat viszünk be. De én egyre inkább hiszek abban, hogy egy... Ételekkel információt viszünk be? Igen, megeszek egy könyvet? Vagy? Nem, tehát az, hogy egy csirke, aki szabadon volt tartva és boldogan élte az életét, és nem egy kenelben pumpálták bele a szteroidot, és nem a szteroid hatására gondolok, mint kemikália, az biztos, hogy jobbat fog tenni a szabadon tartott csirke, mint a bent lakott, a rossz életet élt csirke. Ez 100%. De a fóbiás leszek a bent tartott csirkét? Egyébként, bocsánat, csirke. Nekem egy... Na, Rozi azt mondja, hogy a csirkének vannak információ, igen. És az információkat te megeszed. Igen, én is hiszek ebben. Én nekem az jutott erről eszembe, hogy ugye a homeopátiának az egyik legfontosabb része az, hogy gyakorlatilag tényleg a kimutathatatlan információval gyógyítja az embereket, és hogyha belegondolunk, akkor évezredek óta emberek imádkozva például, tehát teljesen kimutathatatlan anyagi anyagtalan dolgokhoz imádkozva meggyógyulnak, és erre igenis vannak példák. Tehát az, hogy akkor a hittel tartunk. Pontosan, na, de hát a gyógyulás ez nem a hittel függ. De azt kérdezhető, hiszel a homeopátiás, az is hit. Igen, de nem teljesen, mert ugye amennyiben te nem tudom, meditálsz, imádkozol bármi, és ez az egészséged javulását eredményezi,
az ugye azért merőben más, mint hogy eladnak patikákban a gyógyszerek mellett, dobozban, gyógyszerként csomagolva valamit, amiben nincs semmi. De nem biztos, hogy nem semmi nincs nem benne. Tudjuk, nem tudjuk, hogy mi van benne. Pontosan. Rezgés, Rozi, ezt komolyan mondod? Nem tudom, nem is tudom. Nem tudom, akkor egy olyan dolgot csinálsz, amiben semmiféle anyagi na, de nem tartalom, kell megvenni. De, hogy nem, mert utána kell a kis persejbe dobni azért, hogyha meggyógyultál, meg kell adományt adni. Tehát ott is megvan ennek az anyagi vonzata. Az egy más dolog, az egy más kérdés, hogy ezt patikában kell árulni. Az egy igen. dolog, de tehát azt aláírom. Ráadásul ugye a hasonlót a hasonlóval. Tehát igen. ugye az elv az az, hogy a hasonló gyógyítja. Na de hát azért ez a vonzás, ez működik az életben is, nem? Hogy tehát hogy egyébként meg erről szól. Hogyan tudja valaki, hogy hogyan készül a homeopátia? Mi ezt megnéztük, tehát gyakorlatilag higítással. Tehát mondjuk vegyünk egy csepp koffeint, ezt most olvasom, egy csepp koffein oldatot feloldunk 99 csepp vízben. Akkor megkapjuk a homeopátiában az 1C-nek nevezett oldottsági vagy higítást. Az 1C oldatot megint 99 csepp vízben oldva a 2C-s higítást. Most képzeljétek el, hogy 30C-ig el lehet menni, nézd meg a nullánkat a papíromon. Tehát, hogy az... De bocsi, ez pont az egyenlítja... Felütik a motyót magyarul. De mondja, felütik a motyót. És... De hogy ez pont az... Felütik a motyót. Persze. És ha hiszel benne, beállj tőle, akkor is. Így van. Így van. Így van. És akkor ezzel a ennyi nullás... Hát hányan téptek be lisztől, nem? Hányan téptek be lisztől az elmúlt 30 évben? Ennyi nullás higítás. Vagy izétől, fal... Ráspriccelik, ráspriccelik cukorgolyócskákra, és ezeket helyezed el, nem tudom, a nyelved alá, vagy még vannak ugye ilyen rituálék. De ezek varázsszavak, az, hogy most mit higítunk, meg mennyire, meg ez az a lényeg, hogy ezek olyan formulák, amiben az ember az agyában, rezgés. Amikor te ezt beveszed, te ezt az információt, az saját agyadra... Igen, de már most ezt úgy mondod nekem, mint hogyha ebben hinnél. Minden anyag rezeg, nyilvánvalóan, de ők azt mondják... De mondom, hogy ülsz egy ember mellett, és nem csinálsz semmit, nem te vagy ez? És nem bírsz mellette ülni. És bekapod? Tessék arrébb ülni akkor. Rossz a rezgése. És elkezdett interferálni. Ez egy másfajta rezgés. Ők ugye azt mondják, hogy valóban kimutathatatlan a hatóanyag, de emlékezik a víz. A víz, mert vízben is alkoholban oldják. Emlékezik a víz, és az információ benne. Zoli, egyébként ez szintiszta Jack Daniels oldat. Tehát az információ benne csak van. Csak fel van ütve a motyó. Igen. Egészséged. Teszteljük, hogy hány pohár után leszel jól. Jó. Igen, az a fura, hogy tényleg gyógyszertárban mit keresek. Igen. Tehát hogy ez olyan, mintha kiírnánk a polcra, ezt neved meg. De egyébként, bocsánat, ha már itt tartunk, miért gondoljuk azt, hogy a gyógyszertárban csak olyan gyógyszereket lehet kapni, amit mondjuk természettudományosan bevizsgálunk. Tehát, mert szellemi fogyatékosok vagyunk. Amikből egyébként ugyanúgy vagy hat, vagy nem hat, vagy van mellékhatása, tehát egy csomó mindenről. Mert egyfajta vizsgálati módszer szerint ez működik. Pontosan, de hogy ez nem inkább a gyógyszergyáraknak a... Mi nagyon erősek vagyunk természettudományban. Ez nem inkább a gyógyszergyáraknak a kampánya arra, hogy... Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Ne veszítsenek piacot. Én másképpen én fel a kérdést. Márk, hogy valakik megirigyelték a gyógyszergyárak iszonyatos profitját, és gyakorlatilag semmit állítanak elő, gyógyszerként adva a patikákba, ugyanúgy csomagolva, és hasonló haszonra... De miért nem csinálják ezt a gyógyszergyárak is? Mert ők lelkiismeretes emberek. A gyógyszergyárak lelkiismeretes emberek. Menjél már egy körzeti orvosot, hogy mit ír föl neked. De tényleg. De mennyi az arány a gyógyszer és a homeopátiás termékek között? Szerintem nagyon nem lehet több 1%-nál, vagy 2. Ezt nem tudom. Erről nincs információ. Engem az zavar csupán, amit a Márk is feltett egyébként, hogy megtévesztésig hasonlóan csomagolják és adják el, és ugyanott a gyógyszertárban adják el ezeket a termékeket, amelyekről olykor már azt sem tudjuk, hogy homeopátiás termék vagy sem.
De Amerikában, például Amerikában az összes ilyen nagy szupermarketben, meg ilyen biomarketben lehet kapni egy csomó gyógyhatású szert, és aztán van egy olyan rész, ami egy ilyen zártabb rész, ami maga a gyógyszertár. Tehát ezt, ezt meg lehetne csinálni. Igen, azokban valami anyag van. Tehát mondjuk, mit tudom én, a kínaiak ugye azt mondják, hogy ha elráksz egy rinocérosz péniszt, akkor mit tudom én... nem tudom, okosabb leszel, most valami. De tényleg ezt mondják? Miért ne lehetne okosabb egy rinocérosz pénisztől? Ja, hogy gyűlölt lehet ez a miért ne lehetne társaság? Hát, mert akkor, akkor abba hagyom. Hát, de ki kell próbálni. Próbálj itt először, Rozi, a szemben. Mondta rinocérosz pénisz, nem lehetne valami más. Menjél el Neverlandbe, szerintem valami rinocérosz pénisz, valami mással kezdeni. Ott minden van, Neverlandbe minden van. Akkor, akkor mi ez a hum, én azt mondom humbuk, majd te kijavítotok, hogy például ugye vannak ilyen, hogy nem szabad, hogy mentol érje. Miért? Tehát, hogyha nincs informált... Mert mentolos lesz. Azért, mert két anyag semlegesítheti egymást. Tehát és a mentorra, mentor semlegesíti az összes anyagot... Nem azt mondják, hogy nincs benne, ők azt mondják, hogy van benne, és ha van benne, a mentor semlegesíti. De honnan veszik, hogy a mentor semlegesíti azt, amit nem találunk benne? A semmit. A mentor semlegesíti a semmit. Igen. Jó, én most mondok neked valamit, de ki fogsz nevetni. A mentor semlegesíti az információt. Például. De ezt te honnan veszed? Így gondolom. Ja, hát az igen. Ő vizsgálataik szerint ez így. Én már veszettem a fonalat. Én értsd meg, soha nem vettem még be homeopátiás gyógyszert. De azt tudod, és hogy a mentor semlegesíti az információt? Elképzelhetőnek tartom. Nem, az, nem zárkózom el tőle. Hát mert te nyitott vagy? Én nyitott vagy. A gyerekkoromban el nem tudtam képzelni, hogy hogy lehet az, hogy a holdtól a tenger kilép. Tehát, hogy érted, hogy miért? Hogy még egyszer, még a hold, hogy túl tudja befolyásolni a tenger mozgását. De én ezt nem gyerekkorodban, én most sem tudom ezt elképzelni. De több ezer évig azt se tudtuk elképzelni, hogy nem a nap kering körülöttünk. Igen. Tehát, hogy azért tehát, ezek olyan tudományos rendszerek, amik azért... Dögöljek meg! Ebben igazad van, de ott legalább volt mondjuk egy Kopernikusz, aki elmondta az ellenkezőjét. Itt nincs senki, aki az ellenkezőjét. De honnan tudod, hogy majd nem lesz, mint amint 200 év múlva egy olyan ember, aki azt mondja, hogy... Nem kell addig várni, a Rozi már elmondja, hogy a mentor az megöli az információt. Nem, el tudja képzelni, de mondjuk az Euklides geometriát... Köszönöm szépen, el tudom képzelni, lehet. Tehát lehet. Nem azt mondtam, hogy ez így van. Az euklideszi geometriát is egyszer csak a Bolyai azt mondta, hogy át kell értelmezni. Tehát, hogy honnan tudod, hogy nem lesz itt néhány száz éven belül valaki, azt fogja mondani, hogy igen, az információ az na, így. Ez mi? Ez ezt tudod mi? Ez? Rinocérosz pénisz? Nem. Ez, kérlek szépen, ez egy rézszálas tasak, amely arra hivatott, hogy homeopátiás gyógyszert tárolj benne. Mert, hogy például az elektroszmog, A rezgéstől. Megvédi a rezgéstől. Ne tedd közel a telefonodhoz akkor. Enni, pontosan, a használati utasítás, mivel a réz árnyékolja a nagy frekvenciás sugárzást, ezáltal megvédi a homeopátiás készítményekbe zárt információkat, mobiltelefonunk sugárzásától, negatív információitól. Ennyi. Jó. De várjál, azt az utolsó fél mondat, tehát a negatív információt is ki tudnám zárni. De hordasz magadnál homeopátiás gyógyulát. Hogyha egy ilyen részsisakot viselnél. Akkor bújjunk részsisakba, tehát ezt tudom. Egy ilyen mélytengeri részsisakba. Na most tegnap kipróbáltuk, ebbe beleraktunk egy mobiltelefont. Ugye ez hivatott a mobiltelefon mindenféle sugárzásától, hogy fel lehet-e hívni simán. Tehát simán kicsörgött. De akkor mitől véd? De te vagy felegesztő. Te, aki nyitott vagy az résztasakokra. Várjál, vagy atomreaktort beleraksz egy rinocérosz pénisbe. Bebugyolálod részcsőbe. Majd utána bebugyolod a gyógyszertárba. Gyerekek, nagyon erősek vagyunk a tudományban. Tehát ezt érzem, hogy komoly megállapításokat tettünk. Következő téma. Nem, egyetlen egy dolog még, csak azért, hogy amennyire én megtévesztőnek tartom. Mutatok nektek, ha jól tudom, 5 darab képet gyógyszerekről, és ti tippeljétek meg, hogy melyik homeopátiás és melyik nem. Kép alapján? Kép alapján. Se gyógyszert nem szeretsz, se homeopátiát. Ez nem az. Ez gyógyszer. Oké, én tudom. Bogyókának kell legyen. Következőt? Ez már orvosság. Ez igen, ez homeopátiás. Ez homeopátiás. Oké, következő? Ez fogalmam nincs. Ez is homeopátia. Szublinguális tabletta. Nem értem. Be kell raknod a nyelved alá. Szublinguális. Melyik a nyelv ebből? A szubling vagy a vális? Tovább? A vális rakhat. Mi ez? Homeopátiás vagy hagyományos? Drogsz, akkor nem, cseppek. Hagyományos. Nem homeopátia. Oké, következő.
Homeopátiás. Végbélkúp. Szerintem az összes homeopátiás, amit mutattak. Pontosan, az összes homeopátiás, és úgy néznek ki, mint komoly. De akkor hol vannak a kis cukorgolyócskák? Ezek az itt, más, az, ami a kicsibe van. Már bevettek egy adatot. Én nekem is egy kicsit, Márk! Mit hoztatok egyébként? Szublink válik? Ez mennyire jó? Mit hoztatok? Ó, pazarolsz! Pazarolsz! Szétszóltad a bogyót? Mit hoztatok? Na, ez mire való? Kálcium. Na, ez a csontoknak, Gabikám. Jó, én már lettem öngyilkos homeopátiás gyógyszerekkel, és még csak álmos se lettem. Csak nem ment át az info. Nem ment át az info. Nem ment át az info. Nyelv alá. Na. Mennyit vettél be? Hát csak egyet. Hát én maradok a szokós malacnál. Milyen semmi? Egyébként megszólnál egy ilyennel desszertet nálatok az étteremben? Minek? Az információ miatt. Miért a Laci bácsi kiránthatja a C-vitamin peskötabát? Akkor nyugodtan. Jó, szomlóira mehetne. Na. Ez egy helikopter. Nem sokára visszajönnek egy történettel, nagyon megosztott a... Jó vagy? Meg vagyok, igen, jó vagyok. Ízlik ez a Jack Daniels információ, mi? Nagyon finom. És ha mindent tudok, megittem két poharat. Szóval anyuka osztotta meg a neten a következőt, és egy kisebb vita alakult ki erről. Állatkerti látogatáson voltak, vettek szuvenírboltban egy oroszlánt, és az oroszlánnak ott volt bizony, ez egy játék oroszlán volt. Ja, azt hiszem, hogy igaz. Nem, 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 játék oroszlán műanyag, és ott volt a himbilimbie. De a rinocéroszé? Mint olyan. És hogy ez miért kavarta fel a net felhasználói? Erről fog majd beszélni egy pár percig. Hát is itt vagyunk, és egy nagyon izgi sztori ez egyébként, amivel folytatjuk. Egy anyuka megosztotta a neten azt, hogy egy 4 éves kisfiúval, hát nyilván családilag voltak egy állatkertben, megnézi az állatokat, és utána lehet venni a shopban ilyen plüss állatokat, meg, és hát ez jár a gyereknek. És nézzük meg, hogy milyen oroszlánt sikerült venni, ilyen játék oroszlánt a kisgyereknek. Itt szegény van. Oroszlán kis pömpölővel. Ott van a kukkelója, hogy mondja Csicsolina. De miért láttatok már ilyen szögből oroszlánt? Honnan tudjátok, hogy nem ilyen? Egyébként és milyen büszkén mutatja a kisfiú, tehát igen. Így hátra a izét, a farkát. Hát azért, mert már az anyja fölkérdezi, mutasd meg, Johnny-kám, ezt fogjuk berakni az újságba, oda nézzük. Lepukkan. Na, szülőktől kérdezem, hogy elsőként ez gond vagy nem gond? Nekem abszolút nem. Hát attól függ, mi a cél. Nem, szerintem én lenne az. Igen, az anatómiai helytelenségen kívül ezzel mi a probléma? Ez honnan tudod, hogy ez rossz helyen van? Hát nézd már meg! Hát én nem fogtam még így oroszlán soha. Én nem tudom, én sem ezzel akadtam fenn, de mindegy. Ti hogy vagytatok ezzel, de amikor... Van pisilős baba is. Igen, van az is. Igen. Én nem tudom, hogy ennek van-e bármilyen nevelői célzata, bár ez egy hímoroszlán, láttam másik pózból is. Nem tudom, hogy voltál biztos ezek után, hogy egy hímoroszlán. Az első Barbie babával mit csináltatok, amikor kezetekbe én került? Én fölöltöztettem például, én csak nekem csak az volt. Én csak vetköztem. Ugye? Tényleg? Nekem... Én a Kent vetköztettem. Figyelj, egyetlen egy babám. Nagyon-nagyon csalódtam, mert semmi nem volt. Képzeljétek el, hogy annyira, hogy én az összes babámat mindig mesztelenül tároltam, ne kérdezzétek, hogy miért, és nem egyszer karácsonyra kaptam, gondolom pedagógiai célzatból, kaptam egy gyönyörű szépen kifaragott ilyen picike kis szekrény, és benne ruhácskákat az összes babámra. Ez volt a karácsonyi ajándékom, és annyira csalódott voltam, mert elvárták a szüleim, hogy fölöltöztessem a babát. És az volt az első, hogy újból levet, és sőt, be is jelölgettem nekik a részeket. Tehát a cicinél volt. Tényleg? Igen. És a lába között mit jelöltél? Így besatíroztam. Satíroztattál? Gyakorlatilag szőrt imitálni. Tehát kifejezetten izgatott, hogy mi van a babán. Abszolút, azért mondom, hogy én is. Tehát lehet, hogy a kisfiúnak ez egy ajándék információ. Egyébként gyerekek nem az a... Te egyébként, ha a babázás az nem arról szól gyerekkorban, hogy az életet szimuláljuk vele, tehát akkor miért hazudjuk azt, hogy nincsen nemi szerve valakinek?
Hát persze, de eddig ez így volt. Tehát én is csalódásként, amikor én fateherautót tologattam az óvodában, és a lányoktól elvettem egy izét, azonnal rántottam le a bugyit, és csalódás volt. Igen. És ugye, nekem is. Jó, de. Igen. Na jó, hát a Gabi... Na, értem, miért járok ide annyit? A Gabi ugye rajzolt neki. Igen. Ami nem volt, ezt pótolni kellett. Azt pótolni kellett. Na most, benneteket mikor kezdett el, emlékeztek akkor erre, érdekelni akkor a másik nem? Soha. Szerve. Hát egészen korán. Zoli? Hát egészen korán, hát már iskolában nyilván, iskolában? Általános iskola legaljában. Egyébként otthon, most gyerekekkel kérdezem meg én. Ti ott kezelitek a mesztelenséget? Tehát, hogy egy ilyen zárt ajtós család nem vagytok, voltatok? Nem, nyitott. Ti, vagy teljesen, mint a tietek volt. Nyitott. Mert én ezt valahol szememmel. Náluk is, mi abszolút úgy jártunk el. Úgy kell egymás elől. Ha már ilyen vagy, akkor gyere így. Hát és emlékeztek-e? Ha már ilyen. Ki jöjjön a márból. Náluk volt egyszer egy olyan sztori, nagyon késésben voltunk már az iskolát. És mesztelenül indultatok el. Az apám zuhanyozott, és így hajolt be így a kárba, és én meg a törül közé voltam, apa, elkészünk! És... De utána nem tudott vezetni. És volt-e, most megint a szülőket kérdezem, olyan a gyerektől intézett kérdés felétek, amire olyan kínos, tehát olyan keresni kellett a választ? Hát én gyakorlatilag pont benne vagyok a közepében, én nem tudom, nálatok ez hogy van, de nálunk most van a felvilágosítás. Na, én még nem tartok ott. Tehát, hogy lehet az? Nem érdeklődik még. Nem kérdez. Én már nem tudom, hányadik szakirodalmon vagyok túl. Hát most már lektorálom a könyveket, hogy meddig juthatunk el. Kitéped azokat az oldalakat? Olyan, amit négyesével lapozok, mert előtte elolvastam, és még én nem tartok ott, hogy ezt bevalljam. És átlapozom azt a négy oldal. De mi a szürke 50 árnyalatából szeretnéd megoldani? Annyira őszinte, hogy már én zavarba jövök. Jó, tehát, hogy annyira, és ráadásul le is van rajzolva. Tehát képregény van. Úgyhogy én most azt csinálom, hogy eljutunk egy fejezetig, és utána azt mondom, hogy most átugorjuk, mert hosszú, és jó, onnan megint. Jó, de álmos vagyok ezt volna. Kisebb forradalom zajlik a Virgin Atlantic gépeinek fedélzetén. Nem. A légitársaság... Micsoda? Miért nem vagyunk ott? Bejelentette a légitársaság, hogy mostantól nem várja el a légiutas kísérőktől, hogy sminket viseljenek. De és az utasok nem kérhetik? És az egyenruhájuk mostantól nem csak szoknyából, hanem nadrágból is állhat. Ja, azt hittem, hogy csak szoknya volt eddig rajtuk. Igen. Na most azért azt tudni kell, és ezt biztos tudjátok. Meg egy kis mink. Hát gyakorlatilag itt az egyenjogúság, a nemek közötti egyenlőség terén, ez egy előrelépés. A legtöbb légitársaságnál ugye szigorú dress code van, ne felejtsük el, van, ahol azt is meghatározzák, hogy milyen színű körömlakot, milyen színű rúzst. De nem csak a légitársaságoknál, én nagyon sok olyan nemzetközi cégnél tartottam ilyen business look előadást, ahol ilyen open office-okban meg van határozva, hogy mennyire erős parfümöt lehet használni, és hogy kell egy közös térben egymással lenni, hogy senkinek ne csapja ki. Hát nem úgy, ahogy te szoktad. De ennek örülünk vagy sem? Mert mi utasok vagyunk. Én nem örülök ennek. Én szerintem valamit néznem kell, amíg utazom. Uh-huh. Tehát azért nem nézed mindegy, a televíziót. Aki jön ott el. Nem arról van szó, hogy direkt slamposan kell megjelenni, csak nem kötelező az, hogy ki legyen sminkeben. Na jó, de ez átcsaphat a slamposba. Én az még mindig a Sir Richard Bransonnak. Nem, bocsánat. Tehát az, hogy valaki ápolt legyen, az nem azt jelenti, hogy feltétlenül ki kell fessem. De hát vannak ragyák, vannak izék, valami, nem tudom. Tehát én például nagyon bírom, hát azt hiszem a víznél van az, hogy tök egyenlően néznek ki, tök egyforma, ugyanaz a smink, ugyanaz. Én bírom, én beülök fáradt a repülőben. És a fiúk miért nem hordanak a koszoknyát, érted? Tehát, hogy miért csak a lányokra vonatkozik? Miért ne hordanak sminket? Így van, a fiúk. Én most ahhoz utazásnál láttam kis minket. Egyébként szoktak néhány utas kísérőn. Igen, vannak. Volt, akitől el is kértem a szélpillas piráját. Azt hittem a számára. Utána a számára. Szóval ennek Gabi, te nem örülsz? Én nem örülök, nekem kell a látványod. Neked kell a látványod, én is így vagyok vele, tehát legyen de szép. De lehet, hogy valaki is mind nélkül is tök szép. Igen. Ki?
Hát nézem rám, például már nem jutott. Ki? De például a légiutas kísérő ugyanis lamposan és mit tudom én, túlsúlyosan el tudná végezni a dolgát, nem? De túlsúlyos ez lehet, csak nem tudom, nem hát biztos, hogy tud mozogni. Rigolettot nem vezik föl izének, stewardessnek, érted? Én például pont most utaztam egy annyira helyes, ilyen duci stewardess csaj volt. Ez melyik légitársaság? De jó neked. United. United-on? Aha, és tök Manchester? Helyes. Tök helyes volt, mondjuk Miami-ban leszállt a gépről a pálya, meg ugyanis úgy mentünk Kubába, hogy azt mondták, hogy New Yorkból megyünk egyenesen, és Miami-ban leszállították a gépet, azt hazudták, hogy vihar van, meg fel kell tölteni. Leszállt a stewardess? És kiszállt a crew, nem, kiszállt az egész crew, és visszaszállt egy új. De szerintetek és ott két órát várnunk a pályán. Az nem elvárható, hogy akit néznek, az valamilyen feltételeknek megfelel. De az nem azt jelenti, hogy kötelező. Tehát itt arról van szó, hogy nem kell kötelezően sminkelnie magát. Tehát ápoltságra kötelező. De onnantól a következő kérdést mit nevezünk ápoltnak. Hát érted. Az ápoltság, Gabi, az ápoltság, ez nem a sminket jelenti. Az ápoltság, az a frissen mosott haj, meg például a mosdottság, meg a tiszta ruha. Elvárható-e bármilyen munkahelyen az, hogy sminkeljenek? Tehát, hogy kvázi kötelező legyen. Ez a szövőgyárba. Rozi, foglalkoztatsz embereket. Igen, nálunk egy kötelező ápoltság van megkövetelve. Nyilvánvalóan például... Te mondtad is, hogy mindenre megszakadod a felszolgáit. Ez ebből nagy botrány lett, és ez nem így van, hogy senki nem szagolgat senkit nálunk. Nem szagolgatunk. Annyit kérünk tőlük, hogy aki dohányzik, az minden dohányzás után mosson fogat, igen, és mosson kezet, mielőtt ez visszamegy jó a vendégekhez. Uh-huh. Ez szerintem nagyon nem fontos. Macerás. Én nem dohányzom. Bizony. Én nem dohányzom, engem zavar, ha megérzem a cigarettát egy emberen, aki bármilyen szolgáltatást nyújt. Legyen egy masszőr, legyen egy... De gyerekek, most arról beszélünk, tehát most, amikor a divatban és az összes női és mindenféle szépség médiumban arról beszélünk, hogy legyünk természetesen szépek, és azt fogadjuk el, hogy igenis, természetesen is szépek tudunk lenni, akkor miért kötelezzünk embereket arra, hogy ez ugyanolyan, egyébként egy smink az ugyanolyan kvázi, mint egy plastikai beavatkozás, tehát valamilyen szinten megváltoztatja az arcodat, csak ez ugye lemosatod. Akkor viszont a lányoktól hadd kérdezem meg, hogy ti miért sminkeltek? Magatokért? Én megmondom például, én azért... Én csak meló miatt sminkelek. Tehát ilyen helyzetekben ki vagyok sminkelve, egyébként reggel felkelek, egy szempilla, spirál, és kész. És kész. Megyek a dolgomra. Egyébként, bocsánat, és akkor ez egyébként egy tök érdekes kérdés, hogy mit ad ez az alkalom, mit ad ahhoz, hogy... Igazad neked... van egyébként, és egyre kevésbé kérem, hogy erős legyen, tehát égkirályú sminket. De ez képest jó sokáig tartott. Na, na. Például nézzetek meg egy Playboyt, hogy egy 15 évvel ezelőtti... egy 15 évvel ezelőtti Playboyt, ahol nincsen korrektúra, nincs túlsminkelés, nincsen minden hiba eltüntetve, mennyivel szexibbek a csajok? Még létezik az alatt. Mennyivel szexibbek azok a csajok? 15 évvel ezelőttig mondom, inkább az a 60-as, 70-es ez óriási kampányok vannak azért, hogy akármilyen szakmában ne kelljen kötelezően mindenképpen megváltozik. Hát a kőművesek eddig se sminkeltek, tehát azért... Képzeljétek el! Csak a dekoltásban! Ez nem elvár, képzeljétek, ez egy lehetőség. A szerkesztőnk, aki egy hölgy, kapott egy másik műsorra kapcsolatban, egy producertől, egy stábértekezlet után egy e-mailt, azzal a szöveggel, hogy senkire nem tartozik, mennyire fáradt vagy, ezért ne gyere még egyszer smink nélkül. Hát ez stábértekezlet. Tehát nem ügyféllel szemben volt, ez hanem már egyébként ez már MeToo. Ez már szerintem más kategória. Hát a Jackótól kérdeznek. Nálunk van egy lány, akinek olyan az alkata, hogy nagyon látszik rajta, hogyha fáradtan jön munkába. És én annyit csináltam, hogy amikor kisminkelte magát, mindig megdicsértem, hogy de jól áll neked ez a rúzs, de jól áll neked. Nem köteleztem, csak próbáltam arra kapacitálni, hogy észrevegyem, hogy... Pozitív ráhatással próbáltam. Ugye milyen jó szó? Azt gondolom, hogy ez egy fontos eszköz. Nálatok hol van a smink határ? De most ilyen lokálisan... Nálam nullánál. Nálam nagyon. Nem. Hova? Tehát mit tudom én, ha elhagyjátok, már kapun sem mész ki smink nélkül, vagy a kisboltig még lemész? Soha. Sőt, a ricskót is viszed mindig. Vicces! Rozi, a sétáltatást. Én most 3 hete, tegnap reggel, amikor
Szerencsém volt a Zolival reggelizni, akkor sminkeltek először 3 hete. Igen, most általában kérdezem, tehát hogy valami mindig felugrik, mielőtt kinéz a házból. Ha az ember belenéz a tükörbe, akkor látja, hogy ma olyan vagyok, amilyen szoktam lenni, vagy nem vagyok olyan, amilyen szoktam lenni. Én sose vagyok olyan, amilyen szoktam lenni. Hát a krémet szoktam. Igen, akkor ez a kisboltig már... Már kisboltig jó vagyok ma, vagy nem vagyok jó. Ma felvételre is jó vagyok. Aha, tehát valójában, amikor felvételig is, de van, amikor tankolni sem észre. Nem mindig ugyanolyanok vagyunk. Nem mindig ugyanaz a sminkhatár. Hát mondjuk 2 hét nyaralás után csodálatosan néz ki az ember, de... Köszönöm! Jó, Márk, mi az a férfiaknak, ami a nőknek a smink? A smink. Igen? Hát egyébként most egyre inkább, de mondjuk, hogyha most jelen pillanatban az ilyen borbély trendeket nézed, amik egyébként sokszor már sminkbe hajlanak át, mert a színezett szakállak, a kontúrszakállak és az összes olyan trükk, amivel egyébként a férfiak ugyanannyi időt elnak, már elnézést, tehát ugyanannyi időt eltöltenek, ugyanannyi lóvét eltöltenek, ugyanolyan kis piperköz módon csinálják, mint egy nő mondjuk az 5 perces sminkjét, sőt még több időbe telik, azt mondhatnám, hogy nem sok különbség van. Uh-huh. Zoli, mik azok a... Bocsánat, a szörtelenítés, a férfi szörtelenítés, a különféle gyantázások, mondom, a szakállba jussz, tehát hogy gyakorlatilag majdnem, sőt, sokszor több időt töltenek vele, mint a lányok. Hát a szőrötökkel töltöttek. Meg más, hát nézd meg a Zolit, aki ezekkel kevésbé, de például mik azok az accessoárok, amiket te otthon... Tehát mik azok a rajtad most akár megtalálható kiegészítők, kellékek, stb., amiket te otthon ledobsz? Gyűrűidet leveszem. Gyűrűidet leveszed? Azt alvásnál igen, meg az órámat. Más fülbevaló, karkötő, napszemüveg. Napszemüveg, ezt leveszem alvásnál, mert nem látok. Szóval elmondhatjuk, hogy Zoli nagyon sokat küzd ezzel. Így van! És rettenetes energiákat. Igen, de tényleg. A napi rutinja, igen. Ki hogy? És mondjuk, ha valamikor úgy lépsz ki az ajtón, most ma nagyon akarok tetszeni, akkor fölraksz még egy vasláncot, vagy... Nem. Tehát, hogy mi az, amivel úgy feldobod magad. Szerintem azt nem lehet fokozni, menjünk. Ennyi. Zsamó. Bravo. Köszönöm, hogy itt voltatok. Remek kis műsor volt, itt volt elünk Jakubcsek, Gabi. Bosara Rozi! A Széchenyvesen győztetek! Lakatos Márk! És Gangsta Zoli! De jó volt! Alig kapok erre, ugye én innom kell egy kis információt. De előtte azt mondjam el, hogy akkor csak Gabi következik egy best-of-val az ő műsorával a legjobb jelentekkel, mi pedig egy hét múlva találkozunk újra vasárnap. Viszont látásra, jó én!